Hello mindenkinek, sziasztok srácok, én Dani vagyok, és itt vagyunk egy következő videóval, és most nem más lesz, mint Fényfúriának fogjuk a titkos bázisát a Minecraftban megkeresni és megtalálni. A tegnapi napon ugye nem nagyon volt videó a kis csatornán, ezért elnézést, tudom ezt már amúgy, mondtam nektek, hogy nem minden napra tudok azért így folyamatosan videókat csinálni, legalábbis próbálok minden napra, de azért néha van olyan, hogy közben jön valami, vagy rosszabb kedvem van, vagy bármi, szóval én meg rossz hangulattal nem akarok mégiscsak egy rossz hangulatú videót nektek feltölteni, szóval ezért szokott néha ilyen kisebb kiadás lenni, ezért tényleg bocsi, de szerintem akkor inkább ne egy ilyen videó, mint hogyha inkább egy unalmas videót kéne végignéznetek és végig szenvednetek szinte nektek, szóval ja, ezért akkor inkább úgy voltam vele, hogy nem csinálok. Viszont srácok, egy hatalmas nagyon nagy hír. A holnapi napon, valószínűleg inkább szerintem a holnapi napon, a mai napon már nem akarom kirakni. A holnapi napon bizony felkerül a Mindside-os zene YouTube-ra végre. Szóval nagyon-nagyon remélem, hogy várjátok, ugyanis egy eléggé király lett. Át is írtuk egy kicsikét a szöveget, ugyanis voltak benne olyan dolgok, amiket nem annyira szerettünk volna, hogy ezt így kipublikáljuk, meg hogy eléggé bántó lett volna egyes embereknek a számára, vagyis hát inkább szervereknek a számára, szóval ezeket is így kicsikét átírtuk, hogy mégiscsak kevésbé legyen bántó akárkinek, és új szöveget adtunk egy kicsikét neki. Ezzel is egy kicsikét elment az idő, viszont a holnapi napon akkor már a nagy csatornámon hánykor legyen, olyan 14 óra környékén fogom publikálni. Videóklipet terveztünk mellé, de az a gond, hogy az nagyon sok időt elvenne, és akkor még legalább egy olyan jó 2-3 hét kéne ahhoz, hogy kirakjuk. És én úgy voltam vele, hogy akkor közben azért úgy kéne menni, hogy ne halljunk meg. És én inkább úgy voltam vele, hogy akkor úgy rakom ki nektek, hogy inkább akkor hamarabb kirakom, hogy azért mégis nagyon-nagyon sokan írtátok, hogy tetszik, meg hogy már akarjátok hallgatni, meg minden. És ja, úgy voltam vele, hogy akkor én inkább hamarabb kiposztolom nektek, de akkor sajnos most nincsen videóklip, lehet, hogy majd a később majd veszünk fel hozzá, még nem tudom, de majd ez majd el fog dőlni. Na de, hogyha már úgyis itt vagyunk, itt tartunk ugye annál, hogy Fényfúriát fogjuk megkeresni, vagyis a bázisát, nem tudom, hogy milyen bázisa lehet, ő ugye fogatlannak, úgy tudom, a jó barátja, felesége, szóval érdekes lesz, hogy hogy lesz ez, de mindegy, majd megnézzük. Felmegyünk itt szépen a hegyen, ami tele van bocikkal, itt össze-vissza, itt így nézelődnek, meg mászkálnak. Na, bocik, én nem akarok semmi balhét, az mi? Srácok, ott van valami óriási nagy izé, az ott jó, látom, hogy az ott egy fészek akar lenni. Nagyon, nagyon durva, de ez így Fényfúria építette így ide, ez így komoly, na mindegy, jó, én felmászok erre, ott fel van, vagy felfel ott vezet egy létra, de remélem, hogy én itt fogom fent őt megtalálni, csak mondjuk eléggé tartok tőle, mert hogyha fészek, akkor eléggé nagy eséllyel védi, aha, ott is van fenn, ott láttam, aha, ott is van fenn, srácok, jó, mindegy, én nagyon óvatosan kéne szerintem, hogy felmenjek, mert nem akarom, hogy bármiféle módon lelökjön, vagy bántson, nem tudom, lehet, hogy felmegyek aztán egyből, valahova, hogy be kéne magamat fednem, vagy nem tudom, hogy kéne csinálni, na mindegy. Mindjárt fenn vagyunk. Megpróbálok shift-tel menni. Hello, szia! Szia! Ne! De most miért lökött le? Lejön. Hello, szia! Miért löktél le, kedves Fényfúria? Én nem akartalak téged bántani, meg semmi, csak jó fejkeddi akartam, hogy meglátogatlak, értetted? Most így nem azért, de mondom, így fióka anyukaként így eléggé unalmas lehet egyedül lenni folyamatosan. Szia, te ki vagy? Az én nevem Dani, szia. Hello, üdvözöllek. Örülök, hogy találkoztunk, de mi már találkoztunk egy párszor úgy a soha ne válaszdokba, de üdv újra. Azt mondom, hogy dobott nekem valamit, full olyan volt. Mi az? Nem hallod, amit mondok, vagy mi van? Dani vagyok, tessék, leírom akkor. De, aha, jó, akkor ő nem hall engem. Király, Fényfúria, nem azért mondom, de, vagy most komolyan most nem hallasz? De, vagy mi? Hallasz engem? Fényfúria, nem hall? Srácok, ez az első karakter, aki nem hall engem, vagy nem tudom. De ideig mindegyik hallott, hogyha beszéltem. Ja, hogy hallak? Ja, jó, oké, akkor csak gondolom dobtál egy táblát. Hallod? Figyelj már, miért ütöttél le? Most komoly, de én csak meg akartalak téged látogatni, gondoltam. Vagy nem tudom, oké, hogy véded a fiókákat, meg minden, de hát akkor is, na. Én nem akartalak téged bántani, én csak kedvesen meg akartalak téged látogatni.
hogy azért mégiscsak, érted, gondoljak arra, hogyha unalmas kedvedben vagy, vagy bármi, aztán én gondoltam, hogy majd felvítalak. Mert fent vannak a fiókák. Aha, és a fiókák miatt most ennyire véded meg mindent, tehát senki nem mehet a közelébe? Nem azért, de most ez így... Jó, mondjuk megértem, igen, 4 felkiáltója, jó, rendben van, akkor én nem megyek a közelébe. Figyelj, tessék, adok neked kaját is, csak azért, hogy jó fejnek tűnjek, és hogy el tud őket látni, akkor legalább talán, akkor majd később majd megnézhetem őket, hogyha majd felnőnek. Ugye? Ha felnőnek, akkor biztos, hogy láthatom. Jó van, akkor majd megnézem. Hát jó, fényfúrja. Akkor nem tudom, hogy még mit csináljak én itt, hogyha nem nézhetem meg a bázisodat, akkor igazából nem tudom, hogy ez így, érted, eléggé értelmetlen volt most, hogy ide jöjjek, szóval szomorú vagyok. Jaj, ír nekünk fényfúrja. Megvárjuk, hogy mit ír, mert mi megnézzük, hogy mit ír, srácok. Na, fényfúrja. Na. Talán megengedi, hogy felmenjünk? Lehet, hogy megengedi végre, hogy felmenjünk. Léci, amúgy ez mennyire király már? Dani vagyok. Most menj el, mert kicsit féltem őket. Oké, menjek el. Tessék, elmegyek. Szia, hello. Oké, jól van, rendben van, hát akkor én elmegyek. Ennyi volt? Hát jó, hát most ez eléggé gonosz volt tőle, hallott, hát, vagy halljátok, tehát most ez így megsértett engem. Most jó volt, tudjátok mit, én este lett. De jó, hát jó van, mindegy, akkor én tudjátok mit, én elmegyek barátkozni a bocikkal. Most ezt a bocit elnevezem sötét fúrjának. Ő a fényfúrja, ő lesz a sötét fúrja. Szia sötét fúrja, veled is jobban elbarátkozok, mint vele. Hogy vagy? Mutasd a titkos bázisodat. Gyereked nincs, szomorú. Na jó, mi legyen? Úristen, tele van itt izékkel, vagy elkezdtek szólnolni a zombik közé. Nem túl biztonságos, srácok. Most nem azért segítség. De jó, hát most meg segítség kell. Na mi van, fényfúrja? Várjál már. Most megint másztak fel. Sötét lett. Jaj, ne, sötét lett, úristen. Most komolyan, most megint másztak fel. Hát fényfúrja. Nem azért mondom, de ez eléggé gonosz. Hallod, legalább felvinnél, vagy valami. Léci, hallod? Szállj már le, értem, azt vigyél már fel, vagy bármi. Nem hiszem, most na, jó van, mindegy, hát nem felmegyek, hogyha itt segítséged ordibálsz. És jönnek mobok, jó van, jövök, várjál. Itt vagyok, szia, ugye most nem löksz le? Hello, de cukik, itt vannak a tojások, szia. Hello, na, mondjad, mit kell segíteni? Ad nekünk diacuccot. Köszi, jó, rendben van, és most kitöljek meg, mondjad? Hol? Kik jönnek? Mondjad, én nem látok itt senkit. Le kéne ugornom, vagy nem tudom. Fényfúrja? Halló? Igen? Jó van, hát én lemegyek, várjál. Jó, oké, jó, beleesünk. Jó, na és miket kéne itt megölni? Ennyi? Ezek ezt a pár mobot? Hát ez nem túl erős, fényfúrja, hát ezeket én megölöm, de hát most ezzel mit kezdek? Na várjál, itt vannak pár mobok. De hát most ez így... Ezektől félsz? Hát ezek úgyse tudnak felmenni. Hol vagy? Ott vagy fenn. Szia! Úristen. Jaj, mondjuk így már kicsikét több van. Jó, nem baj. Mondjuk a pókok azok fel tudnak mászni, az jogos. Oké, ezeket így jó, hogy meg kell ölnöm. Jó, hogy ott még tele van zombikkal. Nagyon király. Jó, rendben van. Oké. Fényfúrja? Miért van ilyen sok mob, és miért nincsen egy darab OP-almám? Legalább annyit adhattál volna, meg creeper, meg minden. Csodálatos, nagyszerű. Mindegy, jó, legalább fényfúrja, te nem akarsz nekem segíteni, vagy bármi? Léci, te nem akarod őket megölni? Mert hogy oké, hogy így most így segíts, help me, meg minden, de amúgy így csak én ölöm őket, ez így egy kicsikét így gonosz dolog, hogy én védem egyedül a te fiókáidat, miközben... adott nekem sima almát, jó. Köszi, ez is megteszi legalább valamennyire. Jaj, legalább te is üthetnéd a karboddal, tudod már? Oké, ő is dobálózik, jó van, kis királyság. Ő is dobál ilyen sár, de jó pontatlan vagy, hallod. Hallod, a csordára, itt van előttem. Csak engem ne, léci, ezt a izét, itt jönnek, várjál. De ne oda, fényfúrja, ide beléjük, jaj, de beszorítottak. Menjetek már ide. Jó, oké, várjatok, hátra kéne menni. Jó, oké, így nagyjából így azért így el tudjuk őket intézni. Csak az a gond, hogy annyian vannak, meg nincsen semmi élesség, legalább valami.
király illetséges kardot adott volna. Jó, mindegy, én így is megölöm őket. Darálni kell, darálni kell. Jó. Ja, meglesztek, jó, ezek már meglesztek, jó. Easy, megöltük őket, hol vagy? Itt vagy, Szira, király. Jó, király nappal lett, na. Megöltük őket, megmentettük a fiókákat. Hú, na, örülsz, fényfúria. Na, ahogy látom, oké, örülsz. Na, királyság, a szettet akkor már megtartom, hogyha már ilyen nagy lelkűen odaadtad nekem, és hogy öljen meg a enemiket, vagyis a izéket, a gonosz bobokat. Ó, még itt mondjuk van kettő, gyertek! Ti se bújtok el, az biztos, hogy nem bújtok el. Azaz, menjetek szépen, ennyi volt, hello, ti is megtámadjatok fényfúriát, végetek, hello. Jó van, na, várjatok, visszamegyünk, megnézzük, hogy mit írt. Na, fényfúria, most gondolom leírod, hogy mennyire köszönöd, meg hogy mennyire izé. Köszönöm szépen a segítségedet, Dani, nincs mit fényfúria. Figyelj, ez tanulságos volt neked is, meg nekem is. Szóval nem szabad azt gondolnod, hogy Dani bántani akarja a fiókákat, vagy téged, mert Dani általában segít. És nekem pedig nem tudom, hogy miért volt tanulságos, de valami miatt biztos, hogy tanulságos volt. Meg szeretnéd nézni őket? Hát figyelj, hogyha nagyon gyorsan valahogy fel tudsz engem vinni, akkor én megnézem. De amúgy meg már lassan én így köszönnék el a videóból. De akkor vigyél fel valahogy. De amúgy már az elején mondjuk ott láttam őket, de hát akkor felmegyek, nem tudom, megsimogatom, vagy valami. Aztán, mondjuk itt még eléggé sok pók van amúgy. Ezeket még amíg felvisz engem, addig én gyors így megölök, amennyit csak tudok. Mert azért ezek is majd meg fogják őket támadni. Oké. Jó, eléggé szépek. Sziasztok, megsimogatom. Vagy nem tudom, szabad őket megsimogatni, vagy nem szabad ilyeneket? Igen? Jó, oké. Tessék meg, mit tudom, én ide dobok nektek még sok kajátok, mert úgyis van arany a hamám. Hát fejfúja! Köszi szépen amúgy, hogy így megengedted, de én is köszi, hogy segítettem. Na, srácok, nagyon-nagyon szépen köszi, hogy itt voltatok velem ebben a videóban. Hogy tetszett, akkor így csapostok egy lájkot, iratkoztatok fel a csatornára, nyomjátok be ugye a csengőt, és 2 perc múlva kezdődik ugye a nagy csatornám és a premier, legyetek ott. És ott is ugye nyomjátok be a csengőt, feliratkozás, like, hozzá kommentbe, hogy milyen videót szeretnétek. És a www.mindset.hu, ez MC Shop a Mindset-es tanulékért. Na, még biztos, hogy találkozunk, szóval, ja, köszi szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok!